100 évvel ezelőtt a trianoni békediktátum következtében Magyarország elveszítette területe kétharmadát. Az igazságtalan döntéssel több mint 3 millió magyar ember került idegen uralom alá. Szétszakítottságunk kerek évfordulójáról sokan szerettek volna méltón megemlékezni az anyaországban és külhonban is, ám a koronavírus járvány miatt a nagyszabású, tömegeket megmozgató rendezvények elmaradtak. De ahogy a nagyhatalmak Trianonban, úgy a vírushelyzet sem tudta a nemzeti összetartozást szétszakítani. A magyarok mindenhol megtalálták a módját, hogy megmutassák élni akarásukat és a jövőbe vetett hitüket. A Nemzetpolitikai Államtitkárság Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel hirdetett videópályázatot magyar fiatalok számára. Magyar a családom, magyarok a rokonaim, magyar iskolába járok. Hogy magyar vagyok, számomra természetes. Apró városom dombjairól látom az anyaországi bérceket, és érzem, hogy ez egy föld. Közel 600 kisfilm érkezett be az egész világról, ahol a gyerekek, vagy gyerekekkel, vagy felnőttekkel közösen mondják azt el, hogy mit jelent számukra a magyarság, mit jelent a hazaszeretet, mit jelent a nemzeti összetartozás napja. És tényleg megható volt látni azt, hogy mennyire készültek a közösségek, akár egy család, akár egy falu közösség, vagy egy civil szervezet, annak érdekében, hogy az ő filmjük legyen a legjobb. A Rákóczi Szövetség 3 évtizede szolgálja a magyar közösségeket a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. Mivel ők sem tudtak most megemlékezéseket szervezni, ezért a Magyar vagyok 2020 virtuális időkapszulába gyűjtötték a nemzeti összetartozásról szóló üzeneteket. Magyar vagyok, magyarnak születtem. Az a célja, hogy emlékezzünk a nyilván Trianonra, illetve arra, hogy mi volt 100 évvel ezelőtt, és hogy büszkék lehetünk arra, hogy megmaradtunk, és örülnünk kell annak, hogy nem tűntünk el a térképről, és még ilyen sokan vagyunk magyarok a Kárpát-medencében. 100 év, és maig itt voltunk, vagyunk, leszünk. Volt, aki szóban fogalmazta meg gondolatait magyarságával kapcsolatban, mások énekkel vagy tánccal üzentek a jövő magyarjainak. A virtuális időkapszulát 20 év múlva, 2040. június 4-én nyitják majd fel. A közmédia honismereti magazin műsorának követőiből megalakult Hazajáró honismereti és turista egylet tagjai is fontosnak érezték, hogy megemlékezzenek a trianoni évfordulóról. Most mindezt ők is csak online módon tehették meg. A himnusz egy-egy sorát elszavalva fejezték ki nemzeti összetartozásukat. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát, bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. 64 vármegyéből állt egyszer a Kárpát-medence, és éppen 64 sorból áll a himnusz is, úgyhogy ez egy jelkép is lesz. Ugye egy-egy sorral minden elszakított terület képviseli magát, és ezzel azt szeretnénk üzenni, és kifejezni, egy olyan lelki üzenetet szeretnénk mindenkinek ezzel tudatosítani, hogy a Kárpát-medence magyarság az egy és oszhatatlan, független attól, hogy papíron ugye szétszakítottak minket, de lélekben egyek vagyunk. Erről szólnak azok az üzenetek is, melyeket a himnusz mellé küldtek a Hazajáró egylet tagjai szerte a Kárpát-medencéből. A Trianon óta eltelt 100 esztendő nem csak keserűséget hozott, de reményt és örömet is, hogy vagyunk, és még itt vagyunk, a szülőföldön. Iponyékről, az Őrhegy tetejéről üzenem a Kárpát-haza minden szegletébe. Ne féljetek megvallani apáitok hitét, az édesanyák igaz gyöngy szavait, és ne féljetek szeretni ezt a hazát, mint halálig. Isten áld meg a magyart!